Sziasztok és köszöntünk mindenkit az Unibet Magyarország YouTube csatornáján. Itt vagyunk Bereznai Daninál, és ez itt a Rázókő kivételesen pénteken. Hello, Dani! Sziasztok! Ennek pedig az az oka, mert arra gondoltunk, hogy úgyis megint versenyhétvége van, ugye már csupán kettő futam van hátra, ezen a hétvégén Brazília, jövő héten pedig a szezonzáró Abu Dhabi, és kísérleti jelleggel, amikor futam hétvége van, akkor ezúttal nem szombaton, hanem pénteken jelentkeznénk egy hát nem is beharangozó adással, de valamelyes témába vágó, és a hétvégi ez azért minimálisan kapcsolódó kis résszel. Mert a péntek az én napom, a kedvem a futamra hangolom, meg egy rázókőre, amit megnézek, és a lájkot megcsapom, yeah, 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 yeah. Ezt most látod ki? Most amúgy konkrétan nagyon most. Nagy improvizatőr vagy, hogyha egyáltalán van ilyen szó. Na, hát írjátok meg kommentben, hogy ki akarja, hogy Dani visszatérjen esetleg erre a pályára amúgy is. Amúgy aki nézte, biztos látta a szememben, amikor elkezdett felcsillanni a gondolat. Megfogant és megszületett. Na de, ennek az adásnak a lényege az lenne, hogy mitől annyira király Max Verstappen. Megint, ami miért kell mindig ő dicsérni? Már elege van mindenkinek ami belőle. Miatt úgyis 5600 negatív kommentet fogunk kapni, hogy mi állandóan a Verstappent így, meg úgy, meg amúgy. De srácok, az az igazság, hogy idén is, és tavaly is, meg egymásten két szezonon keresztül eszméletlen nagyon ment. Említettük ugye Danival egy adásban ezt a kis Ted Kravitz-es afférját, de amellett, hogy rekordokat dönt, még egy csomó más rekordot is megdönthet, és itt most nem a világbajnoki címekre gondolunk, meg attól szerintem egyébként speciál távol van, és abban nem hiszek, hogy azt meg fogja dönteni, hogy mondjak valami rosszat is Verstappenről, de azért van itt egy-két olyan sztori, amiről beszélhetünk még, ugye a legközkeletű, vagy amit nyilván mindannyian tudtok, és mi is beszéltünk róla, az az, hogy Mexikóban megszerezte szezonbéli 14. futamgyőzelmét, amelyel abszolút rekordot állított fel, ugye korábban Vettelnek, illetőleg Michael Schumachernek is 13-13 futamgyőzelme volt egy éven, egy szezonon belül. Na de, merülhet fel a kérdés sokatokban, hogy ez most mit jelent százalékos arányban, nevezetesen, hogyha nézzük a futamok számát és a győzelmek számát, akkor most ő a legjobb ebben a helyzetben? Jelenleg még nem a legjobb, de majdnem a legjobb lehet. Schumacher még előtte van, ugyanis ő 13 futamot 18-ban nyert meg, ez 72%-os arány. Verstappen kicsit több, mint 72%-nál jár, ha az utolsó két nagy díjat behozza, de egy versenyző előtte marad, az 1950-es évekből Ascari 6 futamot nyert, mindössze 8-ból, és ezzel neki marad meg a legtöbb számaránya. És itt másik statisztika is, nem úgy beszéltük Mátéval, hogy egyből mondom, de szerintem azért különleges ez a statisztika, mert Verstappen ezt a győzelmi rekordot úgy állította fel, hogy 9 futamot nem a pole pozícióból nyert. És hiába nagyon gyors a Red Bull a versenyen, jó a gumikezelése, nem mindig olyan egyértelmű a pályán való előzés. Nagyon sokszor láttuk, hogy Verstappen tavaly azért volt még a bajnoki harc része évvégén, mert tudott védekezni Hamilton ellen, mert a Red Bull gyorsabb volt időmérőn, és aztán a Mercedes nem mindig bírta átugrani a holland személyét. És ugye az év első felében a Ferrari még gyorsabb autó is volt, az egy dolog, hogy eltaktikázták sokszor, ebben valamilyen szinten Verstappen és a Red Bull bele is kényszerítette őket, szóval szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes, értékes statisztika. Az év második fele már teljes mértékben egyértelműbb, de inkább az év első fele, meg az, hogy kettő kieséssel kezdte egyből az évet, a számomra ez azért nagyon-nagyon erőssé teszi ezt a rekordot, úgyhogy még tart, és ki tudja, meddig tartat. És sokan mondták a pedokban, hogy remélik, senki nem dönti ezt majd meg, mert azért az egy unalmas szezonra utal, ha valaki majd a 14, 15 vagy esetleg 16-ot megdönti. Egyébként ez a 9 futamgyőzelem nem pole pozícióból, ez is egy olyan sparta rekord, ami nyilván talán megdönthető lesz majd, főleg, hogyha a jövőre az összes futamot megrendezik, amit előzetesen belengedtek, de azért ez egy nagyon brutális szám, és ilyen szerintem a hibrid érában nem is nagyon fordulhatott volna elő, mert ott pont az volt az esetek többségében, nyilván az utolsó évet most vegyük ki ebből a sztoriból, hogy a pole pozícióval induló egyik Mercedes versenyző megnyerte a futamot. Tehát ott nagyon kevésszer láttunk erre lehetőséget, főleg egy teljesen átlagos versenyen, úgyhogy ez, és ezt pont az adás előtt találtuk ezt a statot, ez számomra hát le a kalappal. Na de, akkor van itt egy olyan statisztika is, hogy
és ez odavág, hogy most persze a Red Bull csal, meg így a Red Bull, úgy a Red Bull, hogy a csapattárshoz is, meg alapvetően a második helyzethez képest is, hogyan viszonyul Verstappennek a pont előnye. Ugye úgy érkezünk meg Brazíliába, hogy bár itt lesz majd egy sprint futam is, ahol még több pontot lehet szerezni, hogy Verstappen 136 ponttal vezet csapattársa Sergio Perez előtt. A valaha volt legnagyobb különbségű győzelem a Forma 1-ben, mármint a legnagyobb különbség a világbajnok és a második helyezett között, 155 pont volt Vettel és Alonso között 2013-ban. Na most a figyelembe vesszük, hogy ugye van sprintfutam és kettő normál futam, 136 és ugye 155, 19 pont. Ez szintén adott esetben egy olyan rekord, amit átlathatom voltak Verstappen, nem tudom, hogy érzed, Dani. Ebből a rekordból viszont Vettelét egy kicsit jobban tisztelem. Azért az a 2013-as Red Bull nagyon erős volt, és én most jöttem rá, ahogy néztük Newey statisztikáit, és lehet, hogy erről majd külön adást készítünk a tervezőmérnök zsenialitásáról, mik a legjobb konstruktőrei, és Vettel autója a 2013-as konstruktőrként is mindössze 13 futamgyőzelmet szerzett. Erre én nem emlékeztem utólag már ennyi idő után. Webber azzal az autóval nem nyert egy futamot sem, és Webber nem olyan rossz versenyző. És ezt így viszont kimondani, az akkori Vettel valószínű tudott valamit, nagyon érezte azt az autót, és most nyilván a jelenben élve Verstappen tűnik a legnagyobb királynak, de azért az elég becsülendő úgy ekkora különbséggel nyerni, úgy 13 futamgyőzelmet elérni, hogy a csapattársad egyet sem nyert, míg Perez nyert kettőt már. Nem tudom, hogy akkor volt a Multi 21? Vajon? 2013-ban volt Malajziában. Az az egy futam győzelme. És milyen érdekes, hogy Webbernek. Ha az átadja Vettel, akkor soha nem állítja be egyáltalán ezt a 13 győzelmes rekordot. Az egy érdekes eset volt. Amúgy ezekről az archívokról, archív dráma, kéne egy ilyen sorozat is. Majd télen lehet, hogy csipegetünk, mert azért holt szezonban. A Forma 1 nem csak most ilyen, mindig is viszályos volt, ez nem új keletű dolog, csak hogy a social media ugye egyre nagyobb teret nyer az életünkben. Mindenki azt hiszi, hogy most a legrosszabb, ugyanolyan, mint volt, csak most kapja a legnagyobb figyelmet. Verstappen a mexikói futam győzelmével a legtöbb pontot szerző versenyzővé vált egy szezon alatt, 416 egységgel utasítja maga mögé Hamilton eddigi 413 pont egységes rekordját, viszont még kettő futam hátra van plusz egy sprint, bár tegyük fel, hogy idáig is volt már kettő sprint, amik ugye kétszer 10 pontot jelentenek, mert Verstappen mindkettőt megnyerte. Az év végén majd lehet összegezni, hogy ezt most a sprintek hozták össze, vagy alapból neki volt a legnagyobb pontátlaga a normál verseny hétvégékre nézve. Ez szép statisztika egyébként, de ez ugye ez a pontszám gyarapítás vagy gyűjtögetés azért ez nyilván már a sok-sok és egyre több és növekvő futamoknak köszönhető. Úgyhogy ez szerintem egy olyan rekord, ami megdönthető lesz majd adott esetben a későbbiek során is, hogyha lesz egy hasonlóan domináns pilóta, én direkt ezt mondom, hogy domináns versenyző, nem pedig domináns csapat, mert ezt tartom, bár nyilván majd szét fog szedni, nem tudom, Jocika 92 egy fekete profilképpel, vagy a zöldel, vagy a lilával, tehát ami a lényeg, hogy az arca nem látszódik, nyilván is üti majd a klaviatúrát, hogy Red Bull bérencek vagyunk, de én ezt tartom, és szerintem a statisztikák nagy része egyébként erről árulkodik, és mielőtt tovább mennénk, volt egy-két olyan adásunk már, amikor ilyen statokat behoztunk. Nem feltétlenül ennyit. És időnként megkapjuk azt a kritikát, én legalábbis akkor olvastam, pedig ritkán olvasok végig nagyon sok kommentet egyhuzamban, de akkor olvastam egyet, hogy minek ezek a statisztikák, hát ezek csak számok. Na most egy olyan sportágban, ahol nemhogy tizedek, hanem időnként ezredek döntenek, azt behozni negatívan, hogy ezek csak számok, ezt én őszintén szólva nem nagyon tudom hova tenni, amikor a általam másik leginkább kedvelt sportágban, a labdarúgásban és az elmúlt években olyan szinten elharapódtak a számok, illetve az ezekkel való elemzések, adatelemzések, különböző mérések, ugye gondoljunk csak például az XG-re, amit Magyarországon ilyen széles körben, talán első alkalommal itt az Unibet YouTube csatornáján tárgyaltak ki a srácok, szóval
nem is értem, hogy itt a számokba hogy lehet adott esetben belekötni. Dani beszélt a pole pozíciókról, mármint annak hiányáról, hogy nem pole pozícióval indulva 9 futamot nyert ebben a szezonban Verstappen, de ami érdekesség vele kapcsolatban az az, hogy eddigi 19 pole pozíciójából 14-et egyébként futamgyőzelemre tudott konvertálni, ami több mint 70%-os mutató, és a legjobbak közé tartozik ebből a szempontból is, tehát jó polból, meg jó nem polból is, ami nyilván a legjobb versenyzőknek a miértje, vagy hozadéka idézőjelesen, de ha már itt a pole pozíciók, akkor csak egy gondolat elég azért emlékezzünk meg, hogy ő ezzel a 19 pole pozícióval a 16. összetettben, ami nem olyan nagy szám, viszont a futamgyőzelmeket, hogyha megnézzük, és erről beszéltünk, hogy az elején, Hamilton a legtöbb futamgyőzelme rendelkező versenyző, 103-szor intették le eddig elsőnek, Schumacher 91, Vettel 53, és Verstappen 34 futamgyőzelmnél jár, ami azért elmaradt Hamiltonétól, de a 6. legmagasabb szám a Forma 1-ben. A 6. Max Verstappen úgy, hogy azt mondta, hogy nem akar ilyen Alonsói magasságokba törni, és adott esetben 40x éves koráig versenyezni, de hát hogyha csak 5 évig itt marad még a Forma 1-be, és lesz alsórangú 20 futam, 100, de inkább 125 lehetősége lesz még arra, hogy följebb jöjjön, nem beszélve a dobogós pozíciójáról, úgyhogy hol a vége? Minden statnak tulajdonképpen ez lehetne a kérdése, hol a vége? Igen, elképesztő azt látni, hogy azért Hamilton meg Schumacher a számisztikailag más ligába autózik, de gyakorlatilag néhány jó szezon, és a Forma 1 teljes történelmében elérheted a 3. helyet. És az bárki elérheti, az annyira közelnek tűnik Vettelnek, az 54... Én annyi e-sport versenyen sem vettem részt még összesen, de... Hát és az a durva, hogy itt eltelik pár szezon még ebben a formában, és eddig azt mondtuk, hogy Hamilton és Michael Schumacher a legnagyobbak a számokat tekintve. Alonso talán az a versenyző, aki ha szerencsésebben alakul a pályafutása, akkor felérhetett volna a számokat tekintve is e két pilóta mellé, de mindenféleképpen technikailag, nem tudom, teljesítmény tekintve ugyanúgy ott van, de Verstappen is nagyon-nagyon közelít hozzá. Nagyon-nagyon ott van e két-három versenyző mögött, de már azért szélárnyékon belül. Egyre nehezebb lesz ezeket a rekordokat megdönteni amúgy, mert szerintem ahogy halad a világ, és egyre inkább az izgalom a fontos, egyre szigorúbban fogják a szabályalkotók manipulálni, úgymond azt, hogy egy csapat ne dominálhasson olyan hosszú ideig, mint mondjuk régen a Ferrari tette. Most a hibrid érában a Mercedes, ez is olyan kellemetlen helyzet volt, mert a motorformulát nem változtathatták meg, mert az hosszabb elköteleződés volt, és a karosszériában meg bármit csináltak, ugye a Mercedesnek akkora motor előnye volt, hogy a szabályváltoztatások után is tudtak nyerni. És ami talán az egyik legelképesztőbb statisztika az az, hogy Verstappen mindössze 25 esztendős, viszont már most ugyanannyi nagy díjon vett részt, mint Häkkinen vagy Senna. 161. Az komoly. Nyilván Senna esetében tudjuk, hogy ennek mi az oka, ott értem szerint még több is lehetett volna. De Häkkinen nagyon meglep, hogy ugyanannyi futam, mint Mika Häkkinen, ugyanannyi világbajnoki cím is, tegyük hozzá. Ez komoly. És Häkkinen egyébként a mai napig föltűnik a pedokban, az egyik nagy televíziós társaságnak az állandó szakértőjeként. Hát kár, hogy nem vagyunk itt Brazíliában, mert szívesen megkérdezném erről, hogy mit szól ahhoz, hogy a kis Verstappen, aki bekerült ide még 18 évesen se, és ugyanannyi futamot teljesített futam étvégén van túl, mint az öreg Finn. Ezt a rekordot Verstappen úgy megdönthetné, hogy soha életben senki nem dönti meg, ha olyan mentalitása lenne, mint Alonsónak, amit elmondott, hogy nem hiszi, hogy olyan lesz, de gondoljunk bele, ha kihagyás nélkül, és Alonso is hagyott ki, igen, és úgy rekorder, ha kihagyás nélkül, mondjuk 42 éves koráig versenyezni, 500 futam. Jézusom, soha az életben tényleg senki az közelébe senki se kerülne, főleg azóta, hogy ugye nem is lehet már bekerülni a Verstappen szabály lennék, miatt. Igen, most már 18 alatt ugye nincs Forma 1. A Verstappen lennék, hogy csak poénból megcsinálnám. Jó pénz, jó nők, utazás. El vagy egy darabig, hát most finanszírozzák ezt a dolgot neked. Hát komoly, és akkor végezetül még ez már egy Red Bull-os stat.
Ha most is nyerne a Red Bull Brazíliában, akkor sorozatban a 10. futamgyőzelmét aratnák a pikások. Erre az ő szempontjukból még sosem volt példa. Az egy rekord lenne, viszont önmagában a rekordot sorozatban elért futamgyőzelmeket tekintve azt a McLaren tartja 1988-ból. Tudod-e, hogy mi volt abban az évben egyébként? Mit olyan híres az az év? Az aktív felfüggesztés? Akkor születtem. De most ez lényegtelen. Szóval te tényleg, azt a sárkány éve, én akkor születtem, de csak... Azt hittem, hogy ennél valami sok lenne. Na, így szakmailag próbáltam megközelíteni, én pusztán humánus módon. Szóval én akkor születtem, hogyha valaki esetleg nem tudta volna, de ez most lényegtelen. A McLaren akkor 11 futamot nyert zsinórban, egyébként 10-et a Mercedes nyert, 3 alkalommal, ez nagyon komoly, 15-16, 16, és aztán 18-19. Hozzáteszem, ez a szezon végén nyer valahány futamot a csapat, majd a következő szezon elején nyer valahány futamot a csapat, és ezt egybevonni egy sorozatnak, nekem ez ilyen... Szerintem jó. Nekem hát az még nehezebb úgy. Hát nehezebb, de nem tudom, én ezt nem venném egybe. Igen, a Ferrari-nak is volt egy ilyen sikere 2002-ben, de hát nyilván ízlések és pofonok. Lando Norris a 23. születésnapját ünnepli, viszont a mostani értesülések szerint, és ezt a videót csütörtökön rögzítjük, nagyon rosszul van. Gyomorbántalmak, gyomorproblémák miatt elvileg a médianapot is kihagyja, és ez azért érdekes, egyébként jobbulást kívánok neki természetesen, és bízunk abban, hogy mondjuk a szabad edzésen már láthattátok, vagy látjuk, ahogy a futamon is, mert kihelyettesíti őt, hogyha nem lesz jól Norris? Nick de Vries. Ami azt jelenteni, hogy Nick de Vriesnek ezen a negyedik csapata ebben a szezonban, ahol autóba ülne, hogy aztán jövőre meg beüljön az Alfa Tauriba. Kémkedésért le kell csukni de a csávót. Tényleg, mert... hát ez egy zseniális, zseniális szerep, de egyébként viccet félretéve, azért sok mindent elmond szerintem a csapatokról, hogy ha ez megtörténik, és nyilván ne történjen meg, javuljon fel Lando, de hogy egy embert dobálnak ide-oda, kevés a tartalékversenyző. Kevés a jó. Mert van, csak ilyen... Hát csak úgy nem dobod be. Csak ilyen 2 másodperccel lassabban. Hát, én is szívesen tartalékoskodok. Papíron tartalékversenyző, de igazából amikor oda kerül a helyzet, tudom, hogy milyen akkor rossz lehet. Üljük, tényleg ültessük be az embert az autóba, akkor így Hülkenberg, Nick de Vries, ráértek már, hogy így mást azt nem nagyon. Úgyhogy hát ez van. Na most egy ilyen érdekes adással készültünk volna, de reméljük, hogy érdekes lett számotokra is. Hát meg kísérleti tudtuk, mikor jelleggel, született Máté. Ha esetleg bárki nem tudta volna, szóval kísérleti jelleggel csináltuk ezt most. Az időpont is kísérleti jelleggel történik, úgyhogy első körben a komment szekcióban kérlek azt írjátok meg, hogy mennyire örülnétek, hogy tetszene a folytatásban, és nyilvánvalóan nem csak Abu Dhabira gondolok, hanem a következő idényben is, hogyha a futam hétvégéken már pénteken jelentkeznénk, kicsit ilyen statosabb és valamelyest a hétvégére vonatkozó adatokkal, infókkal, vagy térjünk vissza szombathoz és röhögni szeretnétek, ahogy szimulátorozok, nyilván ezt is meg lehet csinálni, és amikor nincs futam hétvége, akkor szombaton fogunk egyébként jönni valószínűleg szimulátorral. Szóval írjátok meg, keressetek rajtunk Red Bull feliratot, hogyha esetleg láttok, hogy miért csináltok ezt az adást, meg hasonlók. Elzsibbadt már a popsim itt a Placidben ülve, ti is álljatok fel, csináljatok pár fekvőtámaszt, de csak miután megnyomtátok a lájkot, meg a feliratkozást. Köszönjük a figyelmet! Öreg gamer, kivonul most a kamerából. Csávó szerzett végre 2 pontot, 2 hétvégén, és teljesen ki van tőle. Tényleg öreg vagy, Dani. Igyázzatok magatokat.